A következő beszélgetés november 28-án hangzott el, tehát 28-án a mai napon, Tony Perkins és Amir Szarfati között. Tony Perkins mondja, a téma, amiről beszélni fogunk, egy imádság téma lesz, hiszen továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet, Izraelre nézve, látjuk, hogy a tárgyalások meghosszabbodtak két nappal a túszok elengedése kérdésében. Ezek a tárgyalások most is folytatódnak a Hamasszal. A bibliakutatók tudják, hogy a történelem hajnala óta Isten népe a zsidó nép ellen állandóan különböző ellenségek támadtak. Mit mond nekünk Izrael történelmének megértése, és mit mondanak a proféciák erről a mostani támadásról, amely a Szent Földön történt? Jézus figyelmeztetett minket, mondta, hogy ne hagyjuk megtéveszteni magunkat, ne lepődjünk meg, ha ezek történnek. Most ezt és még más dolgokat is szeretnénk megvitatni itt a stúdióban Amir Szarfatival, aki a Behold Israel alapítója és elnöke, előadó, több könyv írója. Köszöntelek, Amir, téged itt Washingtonban. Örülök, hogy itt lehetek, mondja Amir. Tony mondja, Amir, 2015 óta ismerlek téged, amikor idegenvezetőként szolgáltál nekünk izraeli utunkon. Jó volt veled lenni, mint aki Jézus követője vagy, zsidó gyökereid vannak. Érted az ország dolgait, érted az ottani helyzetet. Ugorjunk bele most ebbe a legfrissebb dologba. Most érkeztél ide, az Egyesült Államokba, Izraelből. Adj nekünk egy képet. Amir mondja, most egy olyan nemzet vagyunk, amely a trauma után van. Egy egynapos holokausztot éltünk át. Egy emberiség elleni kimondhatatlan bűntényt, melyet olyan vérszomjas emberek követtek el, akik egyáltalán nincsenek tekintettel az emberi életre, és egyáltalán nem szándékoznak békét kötni velünk. Ez egyébként engem a 120. Zsoltárhoz vezet, amely azt mondja, hogy olyan emberekkel élek, akik gyűlölik a békességet. Így mondja a 6. és 7. vers, sok ideje lakozik az én lelkem a békesség gyűlölőivel. Magam vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok, ők viadalra készek. Ezekkel van dolgunk. Izraelben hosszú ideig azzal próbáltuk lecsendesíteni őket, hogy munkát adtunk nekik Izraelben. Megengedtük, hogy pénzt keressenek ott. De tudod, ez a szörnyeteg egyik reggel, egyetlen reggel feltámadt és megpróbált felfalni minket. Ez leírhatatlan, nincsenek rá szavaim. Tony mondja, azt a kifejezést használtam, és javíts ki, ha nem jót mondok, de ez démoni. Amir mondja, nem gondolom, hogy egy ember olyan valaki, akiről tudod, hogy Isten képmására teremtetett. Azt mondhatom, hogy egy parányit sem látok abból, hogy Isten képére teremtettek, akik ilyen dolgokat cselekszenek. Tony mondja, tudod, én rendőr is voltam és katona is voltam, láttam bűnügyi jeleneteket, láttam dolgokat, láttam képeket, hallottam történeteket, de ez szerintem meghaladja azt, amit ember tehet egy másik emberrel. Amir mondja, azt hiszem az izraeliek most értik, mivel állunk szemben. Ez messze meghaladja azt, amit valaha is vártunk. Ez nem olyas valami, ami mellett hajlandók vagyunk élni. Tony mondja, és nem is kell. Amir mondja, némelyek viszont azt gondolják, hogy nekünk kellene. Tony mondja, beszéljünk erről, Amir, mert ez a szimpátia, ami most kezdi felélénkíteni a médiát, nézd, én imádkozom a Gázában lehetségesen élő hívőkért, és nem akarom, hogy vérontás legyen, de én is voltam ott, voltam a határon. 2014-ben ott voltam, amikor a támadások zajlottak. Úgy értem, láttam azt a földet, és tudom, mennyire védhetetlen az a legjobb körülmények között is. Amir mondja, pontosan így van, most egy olyan csatával nézünk szembe, melyben két dologgal kell harcolnunk. Az egyik, hogy ott van a földön a legnagyobb terrorbázis. Északon pedig a legnagyobb és legerősebb terrorszervezet, ami a földbolygón létezik, és mi egy szendvicsben vagyunk, dél és észak között. És most már többet értünk, mert ez egy ébresztő volt a számunkra.
Most megértjük, hogy nincs rá módunk, nem lehetséges, hogy akár egy napot is így éljünk tovább, úgyhogy azt tesszük, amit már régen meg kellett volna tennünk, és nem tettük a nyomás miatt, ami ránk nehezedett. Tony mondja, beszélj erről a nyomásról, mert látjuk, hogy ez újra erősödik. Még ebből az országból is, ahol éppen most ülünk itt, az USA-ból, még a Biden adminisztráció is azt szorgalmazza, hogy Izrael akadályozva legyen abban, hogy gondoskodjon saját magáról. Amir mondja, tudod, az izraeli csapatok most látják Gázában, hogy a Hamasz terroristái hogyan próbálnak újra csoportosulni és újra rendezni a soraikat. Most, amikor tudják, hogy nem lőhetünk rájuk. De látjuk, hogy amit számunkra terveznek, ha a tűzszünetnek vége lesz, az valami sokkal nagyobb lesz, mint amivel korábban dolgunk volt. Rettenetes hiba volt most abba hagyni. Igen, szünetet kellett volna tartanunk, de csak mától számítva 2 hét múlva, amikor Észak-Gázában már mindent kiegyenlítettünk, és az összes tankunk délfelé néz, akkor kellett volna mondanunk, hogy most beszélhetünk arról a dologról. Tony mondja, beszéljünk most, hogy az evangéliumi hívők itt ebben az országban milyen támogatást jelentenek, és arra is gondolok, hogy az ENSZ teljesen a másik oldalon áll. Undorító, amit az ENSZ főtitkárától hallunk, hol találhat Izrael másutt támogatást? Amir felel. Hát nem sok mindenkitől. Nagyon érdekes, hogy váratlan támogatást kapunk Németországtól, Magyarországtól, Csehországtól. De hiszed vagy nem, az antiszemitizmus hihetetlen hullámát látjuk. Szerte a világon, amelyet bizonyos mértékben a kormány is elfogad és tolerál. Például Belgiumban, Spanyolországban és más helyeken is. Például az ír miniszterelnök Twitteren éppen csak tegnap közölte, Amáliát megtalálták, mert elveszett. De nem megtalálták, mert nem elveszett, hanem elrabolták. És nem megtalálták, hanem szabadon engedték őt 3 terroristáért, akiket el kellett engednünk érte. Tehát hogyan működik ez? Hisz ugyanabban az univerzumban élünk. Hogy ez szándékos-e? Én úgy gondolom először is, hogy Írországban valami mélyebb probléma van a mostani jelen időben. Egyébként az, Tony, ami október 7-én történt, az egy szerkezeti eltolódást okozott különböző szinteken, szerte a világon. Figyeljük és látjuk, hogy ez történik. És sok országban foglalkoznak most a beépített antiszemitizmussal, amely már sok éve ott volt és most növekszik. És olyan zsidó embereket kell választani, akikről tudjuk, hogy nem ártanak a hazának, a hazánknak, szemben a muszlimokkal, a muszlim migránsokkal, akiket most hoztunk, és akik vezetik ezt az egészet, és félnek tőlük. Igen, félnek tőlük Franciaországban, félnek tőlük Belgiumban. Nézzétek meg, mi történt Hollandiában. Eppen most. Tony mondja, Amir, helyezzük most ezt bibliai összefüggésbe. Úgy értem, az emberek azt kérdezik, mit jelent ez az egész, és hol illik bele a Szentírásba. Amir felel, 3 dologra kell most figyelnünk, ami éppen történik. Először is látjuk az izraeliek elhatározását, hogy határok nélkül és kerítések nélkül akarnak élni. Mert hamarosan legyőzzük az ellenségünket. Leverjük őket. Sok évig éltünk azokkal a gondolatokkal, hogy minél nagyobb a fal, és minél jobb a régerhárító rakétavédelmi rendszer, annál jobb a helyzet. De nem, nem. Nekünk enélkül az ellenség nélkül kell élnünk, amelyik most a túloldalon van. A második dolog, ami történik, hogy zsidók szerte a világon felébrednek, és ráébrednek arra, hogy zsidóként nincs egyetlen biztos hely sem a számukra, mint Izrael. Csak Izrael. Tony kérdezi, hogy tudnád ezt megmagyarázni másképp, mint szellemileg?
Amir mondja, nem tudom megmagyarázni, de ezek a zsidók most a legtöbb országban, ahol vannak, vagy voltak, ők voltak a vezető liberális hang Amerikában, Nyugat-Európában, és most láthatjuk azt, hogy nem elég liberálisnak lenni, nem elég progresszívnek lenni. Gyűlölnek engem, amiért zsidó vagyok. Tony mondja, ha megnézed, a zsidóság egy nagyon kis népesség a világ népeihez hasonlítva. Honnan jön mégis ez a tartós történelmi gyűlölet? Amir felel, ez egy szellemi dolog. Mert őszintén mondd meg nekem, vagy mutasd meg nekem egyetlen rossz dolgot, amit a zsidók tettek. Úgy értem, vannak zsidó emberek, akik tesznek dolgokat, amiket talán nem szeretek, de mint nemzet, nézd meg! Nézd meg a Nobel-díjakat, amiket elnyertünk, vagy az újításokat, a technológiát. Az érdekes dolog az, hogy valóban nem tudom másképp leírni ezt, mint szellemi dolognak. Most még maga a zsidó nép is felismeri, hogy ez meghaladja és túlmutat azon, amit látunk, tehát ez egy ébresztő felhívás ennek a generációnak, mondja Tony. Amir mondja, igen, egy ébresztő hívás, és a zsidók ezrével térnek vissza Izraelbe. Az izraeli zsidók pedig menekülnek, úgy értem, kivándorolnak egy exodusként a hedonizmusból, a materializmusból, a világiasságból, az iránt mennek, hogy Istenben higgyenek. Mert megértik, hogy itt egy szellemi dologról van szó. Tony közbeveti, szellemi ébredés? Amir mondja, ez egy mini ébredés, nem egy olyan ébredés, amit várnék, úgy értem, hogy Krisztust fogják követni. Először Istenhez kell, az ő Istenükhöz kell, hogy visszatérjenek, hogy aztán megértsék, hogy mit tett értük Isten. És látjuk, hogy ez történik most. És ez csodálatos. Tony kérdezi, hogyan kell nekünk evangéliumi hívőknek néznünk erre a helyzetre? Hogyan kell helyesen imádkoznunk? Amir feleli, mindenek előtt azt gondolom, hogy Izrael mellett kiállni és Izrael mellé állni mindig sokba kerül. És ha ezt nem vagy hajlandó megtenni, akkor ott van egy probléma. Jézus egy napon ítélni fogja a juhokat és a kecskéket annak alapján, hogyan bántak az ő legkisebb testvéreivel. Úgy értem, Jóel 3 is beszél arról, hogy a nemzetek aszerint lesznek megítélve, hogy mit tettek Izrael nemzetével. A keresztényeknek ezt tudniuk kell, hogy ki kell állniuk Izrael mellett, imádkozniuk kell Izraelért, segíteniük kell, szó szerint segíteni. Így kell tenni, mert Isten ezt várja tőlük. De azt hiszem, azért is imádkoznunk kell, hogy sok zsidó ember szeméről fellebbenjen a fátyol, amint utat törnek maguknak Istenükhöz. Tony mondja, ez lehetőség nem csak a zsidó embereknek, hanem az egész földnek is, hogy az egész világ lássa ezt. Én hiszem és imádkozom is azért, hogy Isten meg fogja tenni, tegye meg azt, amit a múltban Izraelért tett, hogy hatalmas megmentőnek mutassa meg magát, ami meghalad minden emberi magyarázatot. És ezt lássák meg, anélkül, hogy Istenre mutatnék. Ez egy kinyilatkoztatás lesz majd azok számára, akiknek van szemük, hogy lássanak. Amir mondja, teljesen igazad van, így van. Én hiszek abban, hogyha valóban van szemed, hogy láss, és füled, hogy hallj, hamarosan csodálatos dolgokat fogunk látni, amik végbe mennek. Isten most mozgásban van, és úgy gondolom, hogy Isten jelenleg próbára teszi a nemzeteket is. Próbálja a nemzeteket, és a nemzetek között próbára teszi a hívőket, az ő népét. Izraelre kell nézni. Amikor elkezdtem körbeutazni a világot, Isten megmutatta nekem, azt mondta, bárhová mégy, nézd meg, mit tanítanak a hívők Izraelről, és ebből meg fogod látni annak a gyülekezetnek a szellemi állapotát. Hogy mit tanít Izraelről. Mert ez olyan, mint a lakmuszpapír. És ez csodálatos. Tony mondja, mikor az Egyesült Államok Nemzetközi Vallásszabadság Bizottságának elnöke voltam,
És láttuk Nyugat-Európában az antiszemitizmus felemelkedését, s azt vizsgáltuk, és az aggodalmunk egy része történelmileg beszólva az, hogy ez általában olyan, mint egy különleges jelentés az antiszemitizmusról, az Egyesült Államok antiszemitizmusáról szóló külön jelentés. Tehát ha keresztjének hallgatnak itt, arról, ami a zsidó néppel történik, szerte a világon, akkor mi leszünk a következők? Amir felel, ez teljesen így van. Azok a terroristák mindig azt mondják, hogy a szombat emberek az elsők, és a vasárnap emberek a másodikak. Más szóval, szombaton megöljük a zsidókat, vasárnap a keresztjéneket. Ők használják ezt a kifejezést. Még csak nem is titkolják. És arra gondolok, Európának fel kell ébrednie, és Amerikának is fel kell ébrednie. Amerikában ezer és ezer alvó sejt van, mindenütt az országban. A déli határ nyitva van. És el se tudom képzelni, hány Hezbollah és Hamas sejt lehet itt az országotokban. Ők próbára tesznek titeket. Nézd, vártak, vártak és vártak, és megcsaltak minket, becsaptak. Az egész területen. És ha elriasztják őket, nem mennek el. És hirtelen egy napon támadnak. Tony mondja, ennek a helyzetnek része volt az a politikai viszály és megosztottság is, ami Izraelben van. Ami megnyitotta erre az ajtót, így gondolod? Amir feleli, igen, igen, így. Látták és úgy gondolták, hogy szerintük Izrael túl gyenge. Gyenge ahhoz, hogy visszavágjon. A társadalom túlságosan megosztott. Elvesztették a hazaszeretetüket, elvesztették azt az érzésüket, hogy életüket adják az országért. Ezt gondolták. Tony mondja, úgy hangzik, mintha Amerikát írnád le. Amir azt mondja, pontosan, teljesen. Az egész világ pontosan ezt tapasztalja. És ebben Amerika vezet. És azt mondom neked, hogy mikor megszimatolják a gyengeséget, lecsapnak. Tony mondja, tehát akkor mi most pont egy ilyen helyzetben vagyunk. Amire feleli, az első naptól kezdve ezt mondom. Tudod, mikor 2001-ben idejöttem Amerikába, a szeptemberi terrortámadás előtt, arról tanítottam, azt a címet adtam a tanításomnak, hogy lesz-e béke, és beszéltem a közelgő iszlám terrorizmusról Amerikában, tehát az Amerikára közelgető terrorizmusról. Senki nem vette meg akkor a kazettát erről a tanításról. Két nap múlva New Yorkban voltam, és azt kérdeztem ott, mi történne, ha valaki ezt a két tornyot megtámadná. Ezt kérdeztem Lloyd Pullitól, a Calvary Chapel egyik lelkészétől, aki az Old Bridge-i Calvary Chapel lelkésze volt. És másnap megtörtént. Számomra nyilvánvaló volt, hogy csak a megfelelő időre várnak, és így volt. Akinek van szeme, látja, mondja Tony. Igen, így van, felel Amir. És remélem, hogy az amerikaiak felébrednek, hogy megértsék, hogy jelenleg egy válságban vagytok, és fel kell állni és megváltoztatni ezt a politikát. És tudnotok kell, mit tesztek novemberben. Tony mondja, Amir, gyorsan letelt az időnk, és a beszélgetésünk végére értünk. Nagyon köszönöm, Amir, hogy itt voltál velünk. Jó volt látni téged, testvér. Amir mondja, én is örülök, hogy együtt voltunk, és láttalak. Egy igével szeretném befejezni a korintusi levélből, második korintusi levél harmadik részéből, a zsidó népre vonatkozóan. A rész végén arról szól, hogy Mózes leplet borított az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. És a következő versek ezt mondják. Ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz,
lehull a lepel.